Ezek a felvételek 2021. november 16-án készültek Kiskunhalason, az egykori katonai lőtér területén. Akkor kezdődött az illegálisan lerakott gumiabroncsok elszállítása. Sajnos az elmúlt években nem ez volt az egyetlen ilyen akció. Erről beszélt napirend előtti hozzászólásában Kulis István László alpolgármester, a képviselő testület legutóbbi tanácskozásán. Az elmúlt évtizedben 6-7 ezer halasi önkéntes csatlakozott a TESZED akciókhoz és egyéb önkéntes megmozdulásokhoz. A Halasi Városgazda ZRT munkatársai folyamatosan dolgoznak hulladékkal terhelt területeken. 2020-21-es esztendőben egy civil szervezet pályázatának köszönhetően 21 helyszínen, 2022-23-as években önkormányzati pályázatnak köszönhetően újabb 3 helyszínen, 2023-24-ben újabb 23 helyszínen szintén pályázatnak köszönhetően dolgozunk mindösszesen 485 köbméter hulladék eltakarításán, sok ezer négyzetméternyi területet megtisztítva. Szeretnénk megutáltatni az emberekkel az illegális hulladék elhelyezést és megértetni velük azt, hogy a tiszta környezet élhető, a szennyezett környezet viszont a jövőnk és gyermekeink koporsója. A városvezető szerint a hulladék kommandónak napjainkban is van dolga rendesen. A szemetelők ügyében több eljárás is indul, de ez sem zavarja a szabályszegőket. Kulis István László fontosnak tartja, hogyha valaki ilyet lát, akkor haladéktalanul jelezze a megfelelő helyen. Kesztyűt és gumicsizmát húzunk, szemetet túrunk, adatokat, nyomokat keresünk és találunk. Ennek köszönhetően ma 150 ingatlan tulajdonossal szemben zajlik hatósági eljárás, a legutóbbi ilyen november 13-án indult. 16 ingatlan kapcsán 1 millió 700 ezer forint a kiszabott bírság összege. A nem fizetőket inkasszóval és letiltásokkal terhelik az adócsoport végrehajtói, több helyszínen pedig kényszertakarítás zajlik, és ha kell, árverezésig visszük a témát, ha kell, és ilyen is történt a Polgár utca 40-nél, eljuthatunk odáig, hogy lebontsák az ott álló épületet. Köszönöm minden munkatársunk, csoportvezetőnk helytállását, aki segít ebben a küzdelemben, és köszönöm minden kiskunhalasinak, aki hajlandó élni azzal a lehetőséggel, hogy bejelentést tegyen ilyen témában. Sajnálom, hogy még mindig akad-e problémával érintett terület, de kérem, akinek ilyenről van tudomása, legyen jelzéssel. Ezeket a jelzéseket számos felületen eljuthathatják hozzánk, e-mailben a bejelentés@kiskunhalas.hu címen, a város honlapján keresztül a bejelentő felületen, személyesen vagy telefonon is. Egy dolog hiányzik hozzá, hogy el tudjunk kezdeni ilyen hatósági munkákat különböző helyszíneken, méghozzá az, hogyha valaki észlel ilyet, akkor az jelezze számunkra.